Van nekünk egy jó kis szokásunk itt a Szerencsehíradóban, hogy visszatekintünk az előző év szerencsejáték eseményeire. Zsuzsi, nekem úgy tűnik, hogy a tavalyi év nem a nagy nyeremények éve volt. Bizony, a tavalyi év a nyertesek éve volt, az 5-ös lotton és a 6-os lotton összesen 25 darab teli találat született, ez egy rekord. Ez számszerűen mit jelent? Az 5-ös lotton 9 darab teli találat született, a 6-os lotton pedig 16 darab, és a nyertesek, a főnyertesek között 8,8 milliárd forintot osztottunk szét, mint nyeremény. Mindig csak egy-egy játékos vitte el a fő nyereményt? Nem, ez az év abban is különleges volt, hogy mindkét játékon volt olyan hét, hogy egy héten 3 darab teli találat született. Egyébként a többi játékunkon is nagyon sok nyeremény született, a Skandináv Lotton 15 darab teli találat, a Jokeren pedig 24 darab teli találat, úgyhogy ez az év tényleg a nyertesek éve volt, nagyon-nagyon sokan nyertek a lottójátékokon. Ezek szerint 2015 volt a nagy nyeremények éve. Igen, akkor született az 5-ös lottó történetének második legnagyobb főnyereménye. 37 hétnyi halmozódás után több mint 5 milliárd forintot nyert egy nagyon szerencsés valaki. Zsuzsi, milyen különlegességeket, érdekességeket tartogat ez az év a szerencsejátékok rajongói számára? Szülinapok lesznek, méghozzá 3 nagyon különleges játék születésnapja. A Totó 70 éves lesz, az 5-ös lottó 60 éves lesz, a Tipmix pedig 20 éves lesz 2017-ben. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm az érdekességeket, most pedig folytassuk 50 másodperces kvízünket.